A magyar felsőoktatási intézményekbe, főiskolákra és egyetemekre központi felvételi eljárás keretében az év két meghatározott időszakában lehet jelentkezni. Az általános eljárásban a jól ismert szeptember 1-i időpontban kezdődnek az előadások, az úgynevezett keresztféléves eljárásban pedig februártól kezdődően lehet részt venni az oktatásban. A keresztfél évre való jelentkezés ideje november közepén zárult le, a ponthatárokat pedig most hirdették ki. A keresztféléves képzésekre országosan közel 5,5 ezeren jelentkeztek, közülük 4300 tanulni vágyó felett meg a feltételeknek és érte el az általa megjelölt képzés ponthatárát, így ennyien kezdhetik meg tanulmányaikat februárban. Alapképzése 490-en, felsőoktatási szakképzése 110-en, mesterképzése pedig 3656-an nyertek felvételt. A legtöbb hallgatót a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vette föl. 969 fő kezdheti meg tanulmányait itt februárban. A Tomori Pál főiskolán keresztfél évben Kalocsára meghirdetett alapképzések, illetve felsőoktatási szakképzések sem indulnak. Viszont a főiskola Budapest, illetve Kecskeméti karán is több szak, illetve képzés is elindul. A legalacsonyabb ponthatár a Kecskemétre meghirdetett gazdálkodás és menedzsment szaknál volt. Itt a jelentkezőknek 282 pontot kellett összegyűjteniük a bejutáshoz. A legnehezebben bejutni pedig a Budapesten induló szabad bölcsészetre lehetett. Itt volt a legmagasabb, ugyanis a ponthatár 408. A ponthatárok a felvi.hu internetes oldalon bárki számára elérhetőek.